Imre az enyém volt, sokkal inkább, mint Pauláé, aki megkínoszta és elhagyta, s még inkább enyém lett, amikor az én halottam lett, enyém most már idők végezetéig. Paula Imre halottja volt, tőle örököltem, s most már ő is az enyém. Két nyomasztóan erős egyéniség, két híresség. És én az átlagos kis kultúros, akin ez az egész bagás nagy-nagy szeretettel keresztül nézett, most itt babrálok a holmijukban. Nézegetem, kezemben forgatom őket, mint valaha a babáimat. Azt teszek, amit akarok. Nem kell tapintatosnak lennem. Nincs kihez, mihez. Bizony a halál megváltoztatja az erőviszonyokat. Először a halott az erősebb. Neki lesz igaza mindenben. Az élőket gyötri a bűntudat. Aztán letelik a gyászév, és a túlélő felül kerekedik. Akár igazságos ez, akár nem. A kézirattár megvásárolta mindkét hagyatékot. Ám nem olyan sok ez a pénz, meg nem is a pénz érdekel a dologban. Átvennék rendezetlenül is, külön hálásak, hogy átnézem, rendbe teszem, nem csak Imréjét, Pauláét is. Paulát zsigerből utáltam, első perctől fogva. Haj, mennyire utáltam. Majd eldurrant az agyam, amikor díjat kapott, és napokig olvashattam a lapokban az ájuldozást a nagy művésznőről. Talán nem utáltam volna annyira Paulát, ha Imre beszélt volna a házasságukról, de nem mondott semmit. Nem panaszkodott, csak abból tudtam sok mindent kikövetkeztetni, hogy engem valahogy hálásan szeretett. Nem is tudom, minden apróságnak örült, ha kedvére főztem, ha beköttettem a kéziratait, ha megfogtam a kezét tévézés közben. Bár elvenni csak Paula halála után vett el törvényesen, ez a teljes igazság. Elismerem, nem engedem meg magamnak a szerelmet. Épp elég, ami így is megvan köztünk. Ezt te elzárkózásnak tartod, pedig épp ellenkezőleg. Nyitva hagyom az ajtót. A számodra. Hogy bármikor jöhess, és bármikor elmehess. A te fejedben meg se fordul, hogy valami probléma lenne ezzel az elmenéssel. Végterej és hazamész, ha tőlem elmész. Mi sem természetesebb, mint hogy haza kell menned. Természetes, hogy a szilvesztert, a vasárnapokat a feleségeddel töltöd. Még szép, hiszen másnapokon megcsalod őt. Megcsaljuk szegényt. Valóban azt akarnád, hogy kapaszkodjam beléd? Cirkuszoljak? Ne akarjak nélküled élni? Ugye, hogy mennyire kényelmetlen volna? Vagy azt akarod, hogy minden maradjon, ahogy most van, csak éppen többet és látványosabban szenvedjek miattad? Amilyen elvetemültek a férfiak. Gondolom, erre határozott igennel válaszolsz, igaz? Ha lett volna apám, bármilyen, vagy legalább fiú testvérem, a férfi nem mégiscsak megismerhető lett volna számomra szexuális kihívás nélkül is. De a fiúk csak is a nemiség égőve alatt jelentek meg az életemben. Két fajtájuk volt, akikbe szerelmesnek lehetett lenni, és akikbe egyáltalán nem. Isten ments! A fiúk szerelmes ellenségek voltak, hiszen a szerelem, a szex, vadászat, párbaj, többé-kevésbé háború. A csúnyák, ellenszenvesek pedig egyszerűen nem léteztek számomra. Rettentően csodálkoztam, amikor ebből a totálisan érdektelen tömegből valaki ki akart kezdeni velem. Nemigen vettem ember számba, aki férfiként nem izgatott. Aki pedig izgatott, akibe szerelmes voltam, attól védtem magam. Mindenkitől. Tőled is. Nem olyan nagy baj ez neked, drága szerelmes ellenségem, királyom, Emericus Rex. Imruska, mint felség, Emericus Rex. Paula,
Akárhogy számolom, Kassán, Érsekújváron az időnek csak fele telt el, még 2 hét választ el tőled, pedig most sürgősen szükségem lenne rá, hogy ne csak képzeletem vetítővásznál lássam azt a szépséges fejedet, aszimmetrikus szádat, hosszú nyakadat és mindent, ami hosszú és nyúlánk rajtad, mint a combod, ó Istenem, a bolondja vagyok. Ez a te nyúlánkságot tett engem Modigliani hívévé, akit pedig korábban nem sokba vettem. Olyan karikaturistának tartottam, akinek sikerült megvezetnie az egész műértő és műkereskedő világot, és magas művészetként eladni nekik vicces portrévázlatait, vicces, divatosan affektált úri lányokról, cselédekről, és kurvákról meg kurvapecérekről. De most már látom, mennyi vonzó félénkség, és mégis mennyi rugalmas erő van az ő női arcképeiben, főleg azokban, amelyeknél tartózkodott a nyílt erotikától. Úgy élek, hogy akár egy Mörjek regényben is eljátszhatnám a főszerepet. A tyúkokkal fekszem, na nem a hotelbeliekkel. A nappal kelek, s ha nincs valami hivatalos program, a szobámban vagyok. Anya szült mesztelenül, és Mann Tamás fennkölt leveleit olvasom. Bocsáss meg, hogy úgy írom ezt a levelet, mint Joyce az Ulysses-t, epikus cselekmény nélkül, s magamról beszélek. De hát nem Pozsonyt és ezeket a napokat akarom eljuttatni hozzád, amelyeket teljes közönnyel élek át, hanem azt szeretném, hogy én legyek az asztalodon, a kezedben és a szivacs matracodon. Állandóan Babicsra gondolok, mióta megértettem, hogy nem tudok lemondani rólad. Mióta tudom, hogy ha kell, egész életemmel kész vagyok megfizetni neked. Mióta tapasztalom, hogy ez a vágy és sóvárgás csak ugyan az Isten szava bennem, s mutatja, hogy merre rendelte mennem. Ma már tudom, hogy te vagy férfikorom értelme, és ezen nem változtat az a sok szamárság sem, amit abban a szépséges fejedben forgatsz, az sem, ha sportbajnokok, szobrász fenomének vagy ifjú poéták dönögnek körülötted, és bolondítod őket, ahogyan engem is. Paula, bár fiatalon nem találkoztam vele, a fényképei alapján biztos, hogy az akkori ideál szerinti szépségnek számított. Imre jó megjelenésű volt ugyan, de a féle intellektuel alkat. A váltömése alatt mindig behorpadt a zakó, meg volt egy pici pocakja is. Nekem tetszett a külseje is, de én jóval idősebb voltam Paulánál, amikor összekerültünk. Nem tudok lemondani rólad, kész vagyok egész életemmel megfizetni, érted? Hát, erre csak igent lehet pihegni, szerintem. Nagy játékosnak képzelted magad eddigi életedben, de annyi antitoxin termelődött ki benned, hogy most kiveti valódból az én feldúlt rajongó valómat. Akkor is, ha a prágai óvárosháza tornyának szakálszárítóján délnek, Budapest felé fordulva mondom bele a semmibe a neved. Akkor is, ha szorongatom átfagyott kezedet, mint egy szerelmes kisdiák. S ha csak annyi részem van az életedben, hogy felkísértek rémalakként, és nem hagylak aludni, akkor valóban a leghelyesebb, ha kiűzöl magadból, mint az ördögöt. Földhöz csapsz akár egy elromlott rádiót. De előbb áramtalanítsd ám, nehogy megrázzon. Az olyan királyt, akinek csak képzelt királysága van, meg kell ölni. Te azért hoztál össze Drusszámmal, Imre herceggel, mert ahogy a trónörököst a vatkan, engem a rendszer minden szellemi lehetőségem megvonásával a földre terített. Csak az a különbség köztünk, hogy Imre herceg ecpec meghalt, míg én, szerinted, magam végzem be a vatkan munkáját. Egy kriptába falasztam be magam, a semmit tevésbe, a póker, bridge, meg tarokpartikba. Alkati enerváltságomat emlegeted, tulajdonképpen a szememre hányod, márpedig, ha alkatinak tekinted, nincs helye erkölcsi megítélésnek.
Elmondok egy példázatot az életemből, csak hogy eldönthesd, valóban az enervált jelzőt akarod-e én rám alkalmazni. Ezelőtt 634 évvel, amikor 15 éves voltam, jelentkeztem a gimnázium képzőművészeti körébe, meg a zenei szakkörbe is. A képzőművészeti kör vezetője egy elég ismert grafikus volt, máskülönben az iskola rajztanára. A zenei szakkört egy szürke énektanárnő szervezte. A grafikus rám szállt. Mindenáron el akart üldözni a foglalkozásokról. Javítás címén összekaristolta a vázlataimat, a modell után készített rajzaimhoz epés kis történeteket kanyarított. Ez nem egy női csípő, ez egy piaci kofa segge, amint kimereszti fingás előtt. Ilyeneket mondott. Égbe kiáltó fegyelmi vétség egy akkori vidéki gimnáziumban, de neki szabad volt, mert a város híressége volt. Aztán egyszer kibökte, mi a baja velem. Azt mondta, nem lehet egyszerre két istennőt ostromolni. Ez megengedhetetlen, öntelt arrogancia a részemről. Érettségi táján egyéni feladatokat tűzött ki, és tőlem azt kérdezte, ismerem-e Mozart A-dur zongora versenyét. Na, akkor ezt a művet akarom látni ezen a fehér téglalapon. Elég lesz a második tételt megcsinálnia. Lehet akvarell is. Könnyebb lett volna, ha hallhatom közben a felvételt, de a kép talán mégis jobb lett, hogy csak a zene emléke járt a fejemben. Ő alaposan megnézte, nem szólt semmit, elment. Aztán visszajött, hátrafont kézzel állt előttem, bólogatott. Maga okos fiú. Összetudott terelni erre az egyetlen kartonra mindent, amit kellett. Menekülő futamokat, a beletörődés akkordjait, a fenséges ellenpontokat, elvégezte a feladatot. Ráadásul a második tétel a világ legszomorúbb zenéje, és maga még ezt is tudja. Nem hittem volna. Az előbb zavarba is hozott a produkciójával. Na de... mégsem tehetséges. Nem tehetséges, eléggé. Ez áll az én enerváltságom mögött. Miattad azonban egy balga illúzió fölém kerekedett. Azt hittem, most összetudok terelni az élet egy szűk terére, egyetlen kartonlapra, mindent, ami nekem fontos, amiért érdemes élni ezt az értelmetlen életet. A valakivel megosztott boldogságot. A boldogságot, amelyben nekem is helyem lehetne, s újra elöntött a régi akarat, a győzelem akarása. Ám egy irgalmatlan vaskéz, a sors vaskeze belekaristol ebbe az alig megkezdett kartonlapba, ebbe a reménységtérbe, és olimposzi kajánsággal az emberlét határaira mutat villámló ujjával, bevilágítja villámaival a lehetetlenért ágaskodó emberi egzisztencia sorsszerű gúzsba kötöttségét. Nekem is többször elmesélte a sztorit a tanárjával. Ez a tüske nagyon mélyre fúródott, de azért nem gondoltam, hogy ennyire. Hogy tulajdonképpen megszabta a sorsát. A sors vaskeze, micsoda mondat? A sors vaskeze villámló ujjakkal. Imre azzal fizetett a tehetségéért, hogy borzasztóan érzékeny volt. Állandóan lelki fájdalmak gyötörték. Villámot szóró vaskéz. Elképzelni se akarom, mert már szinte az én szívemet is marokra fogja. A lehetetlenért ágaskodó emberi egzisztencia sorsszerű gúzsba kötöttsége. Erre döbbent rá ott Prágában. Hát ez nyilván az első házasságára vonatkozik, mi másra? Az adott helyzetben a házassága gátolta meg, hogy új életet kezdjen Paulával. De hát ennyire lehetetlennek érezte a válást. Pedig az aztán tényleg rossz házasság volt. Gyerekük se született.
Néhány levél Párizsból, Imre szobrászbarátjától, és melléjük fűzve Imre válaszának másodpéldánya. Most sokra tartják ezt a szobrászt, akkor bezzeg főleg csak Imre ismerte el. Beleszerettem egy fiatal lányba, és vele akarom élni az életemet. Sokáig tartott, míg ezt kimertem mondani, hiszen Judit nem érdemelte tőlem, hogy eláruljam. 15 évvel ezelőtt otthon biztosította számomra, csóró, rossz káderlappal, rossz életesélyek előtt álló ködlovak számára. Itt állunk az öregedés küszöbén, ő szegény többféle betegséggel küzdve, és én cserben hagyom. Csodálatos lélek, nem rendez jeleneteket, nem gyűlölködik, azt mondja, megérti, hogy nem tudok ellenállni a fiatalság gyönyörű kísértésének, és inkább csak aggódik értünk, mert hogy a lány nyomorúságos képszerkesztői állásban egy folyóiratnál születetten gyámoltalan, élhetetlen és családi háttér nélküli teremtés, és én meg hírhetten ügyetlen vagyok minden gyakorlati dologban. Pénzünk nincs, lakásunk nincs, hogy fogunk megélni? Kérdezi teljes joggal Judit. A műteremben van egy kinyitható kanapé, fali csap, WC, jelenleg vödörrel kell leönteni, de a vízöblítés megjavítható, csak szerelő kell hozzá, villanyrezsó. Ha vállalod, hogy fizeted a havibért, a számlákat, a biztosítást, és garantálod, hogy az ott lévő műtárgyaknak, sem a más kéztől származóknak, sem az én halhatatlan alkotásaimnak nem esik baja, vagyis megesküszöl, hogy nem rendezel házi bulit, a kulcsot vedd át a házfelügyelőtől, nyomban telefonálok neki. Lám, nem csak vaskeze van a sorsnak, hanem bársonyos, adakozó keze is. Kár, hogy nem ismertem meg Zsigát. Piás alak volt, de azért rendes ember lehetett. Drága Imruskám! Először megörültem a levelednek, amikor beadta a postás, mert azt hittem, az lesz benne, hogy lejöttök karácsonyra. Most már inkább rosszkedvűen írom ezt a pár sort. Habár egy szülőnek nem szabad beleszólni a felnőtt gyerekei életébe, és én soha nem is szóltam bele. Emlékezhetsz. Most divatba jött elválni. Itt a városban is egy háromgyerekes fiatalasszony otthagyta a családját, mert hogy meg akarja valósítani magát. Na most mondd meg! 3 gyerek megszülése neki nem volt elég önmegvalósítás. Most mindent felrúgsz. És egyáltalán nem biztos, hogy boldogabb leszel ezzel a Paulával. Hiszen házasság lesz ez is, ugyanolyan, mint a többi. Apád kedvenc mondása volt, amikor kirándulni mentünk. Járt utat, járatlanért el ne hagyj. Most is azt mondaná neked, ha beszélnél vele. Ő levelet soha nem szokott írni. Én Juditka betegségeiről azt gondolom, hogy bizonyos kor után már minden nő többé-kevésbé állandóan beteg. Mégis tovább élünk, mint a férfiak. Gondold meg, kisfiam, érdemes-e feldúlni a szépen kialakult, elrendeződött életedet? Én nagyon aggódom, érted? Szerető anyád. Jópofa kis öregasszony lehetett a néhai anyósom. Kár, hogy őt sem ismerhettem meg. Pólika, drágám! Úgy látom, nálad is beköszöntött a nagy mesterkorszak. Te is beszereztél egy 10-valahány évvel idősebb pasit a szakmádból. Úgy gondolom, ez mi nálunk szükségszerű, mert a hozzánk való fiúk annyira pedáloznak a saját érvényesülésükért, hogy bennünk csak a konkurenciát látják. Legfeljebb egy-egy numerára lennénk jók. De e tekintetben is többre becsülik a csini babákat. Legtöbbjük már el is vette a maga asszonykáját, vagy azért, hogy legyen lakása, vagy azért, hogy legyen állása. Vagy egyszerűen csak azért, hogy legyen, aki anyja helyett kimossa a gatyáját. Ezek az asszonykák az érettségiükre is büszkék, és nincs más ambíciójuk, csak hogy férjük legyen. Mi pedig?
Itt ragadtunk a diplománkkal és a szellemi igényeinkkel, s természetes, hogy beleszeretünk a mesterünkbe, ahogy én is Erbe. Ő értékelni tudja a töbletet, ami bennem van. Én felnézhetek rá. Ugyanakkor mégis megvan az egyensúly, mert az én fiatal testem annyival szebb az övénél, amennyivel az ő esze és presztízse nagyobb az enyémnél. Nálad ugyanez a helyzet. Most itt vagyunk a nemzetközi régész találkozón, mint egy nászutas pár. Ert nem érdekli, hogy mi jut vissza a feleségéhez. Azt hiszem, direkt mutogat engem a kollégáinak. Büszke a csajára. Ezt azért kínosnak érzem kicsit. Fene tudja. Pedig nincs benne semmi. Puszi, Bori. Édes Borikám. Igazad van abban, hogy egy tudós vagy művész palánta leányzónak nagyon tud imponálni a szakmai kiválóság, és mellesleg haszna is van egy ilyen mester-tanítvány kapcsolatból. Nálad és nálam nem arról van szó, mintha az állásunkért vagy az előmenetelünkért feküdtünk volna össze a mentorunkkal, bár sokan azt hiszik, és így szeretik beállítani. A hasznot egyáltalán nem így értem, hanem hogy nagyon kikupálódunk ezek mellett a befutott, tapasztalt férfiak mellett. Magamon is mérni tudom, mit jelentettek nekem tudásban, a rálátás képességében az ível való beszélgetések és az önérzetemnek az irántam való figyelme. Szerintem te már nem a kis tanítvány minőségében kuporogsz R lábainál. Te a munkatársa vagy neki. Munkatársa, de társa máskülönben is. Ő meg olyan látszatot teremt, mintha egy európai gésa lennél. Magyarán konzumnő, persze a luxus kategóriából. Felállítottad a fordított aránypárt R és a te tudásbeli és testbeli adottságaitok között szellemes, de a mi párosunkra nem tartom érvényesnek. Így sem férfi szépség, mint amilyen például a kosarasom volt, de én mégis vele álmodtam. El sem merem mondani, milyen álmokat. Szóval teljesen beleestem, vágytam rá, nem a lelkemben, hanem a testemben. A testemnek ama közepében, amely a gyönyörű kosarassal például csak fáradtságos előjáték után élet fel. Így néhány napja előállt azzal, hogy döntésre jutott, elválik a feleségétől, lesz, ami lesz. Azt mondtam, hogy csak akkor hozza meg a végső döntést, ha neki megéri néhány év is velem. Mert néhány évig biztosan szeretni fogom. Van ebben a szerelemben talán 10 évre való tartalék is. De semmit nem garantálhatok. Nem vett egészen komolyan, mert szoktam ilyen meredek kijelentéseket tenni, és úgy veszi, hogy igent mondtam. Mondjak igent? De hát már eldőlt minden. Imre bejelentette a válási szándékát a feleségének és egy csomó embernek. Valójában nem is mondhatok már nemet. Mégis éjjel-nappal ezen tépelődöm. Hiába látok át bármit, hiába mérlegelek bármit, nem tudom, mit tegyek. Írj, Borikám! Írj, amilyen gyorsan tudsz, legalább pár sort. Kedves Paula, nem tudom, honnan veszed, hogy én nem vagyok igazán, vagyis testileg szerelmes Erbe. Nyugodt lehetsz, nálunk sem minden az intellektus. Itt a szállodában meg aztán végképpen óriási ágyjelenetek voltak. Nevetséges a feltételezésed. Őszintén szólva, megfordult a fejemben, hogy megszakítom veled a kapcsolatot. De hát arra gondolok, hogy nagyon zaklatott vagy mostanában, és egy gyerekkortól tartó barátság megér annyit, hogy az ember türelmes legyen az egykori pattársával, amikor az éppen rossz paszban van. Tehát nem haragszom, majd hívlak. A többiről személyesen beszélünk még. Mesebeli, hogy ez a nő mennyire csak saját magával volt elfoglalva. Paulát kizárólag akkor vette figyelembe, amikor féltékenyen összemérte magát vele. Igazoló papír. Arról, hogy alulírottak, Kajtár Paula és Bagyas Imre egymáshoz tartoznak. Egy
Én, Kajtár Paula, nem tudok Baggyas Imre nélkül élni. Lehet, hogy tudnék, de nem akarom megpróbálni, mert szeretem, bízom benne, nekem való, és nagyon valószínű, hogy én is neki való vagyok. Kajtár Paula, SK. 2. Én, Baggyas Imre, teljesen bolond vagyok, mert egy vacak papír kell ahhoz, hogy elhiggyem ezt a gyönyörű összetartozást. Baggyas Imre, nem SK. Szegény, érzelmes Imrém. Nulám, a nagy festő özvegyével való levelezés. Kedves Szonya! Boldogan fogadnám el a meghívást, de most egyszerűen összecsaptak fejem felett a hullámok. A 20. századi magyar festészet háromnyelvű albumát kell imprimálnom, miközben a Szobráz biennáli anyagát is zsűrizem. Rögtön jelentkezem, amint fellélegzem egy kicsit. Juditról szeretnék valamit elmesélni magának. A napokban Judit felhívott, okvetlenül találkozni akar velem, valami nagyon fontosat akar mondani. Képzelje el, Szonya, feldúltan, a kezét szó szerint tördelve, előadta, hogy ő teljesen megőrítette ez a válás, kihúzta a lába alól a talajt, nem tudja, mi történt vele, de szabályosan rávetette magát az öcsémre, és azt lehet mondani, hogy megerőszakolta. Az ember nem szívesen szembesül azzal, hogy aki addig élete fele volt, tehát része saját énjének, egy viszonyogtató némber. Nincs benne semmilyen együttérzés, csak a tulajdonos sértettsége, amiért kicsúszik a kezéből a zsákmány. Ez azért mélyebb szintje az egymástól való elválásnak, mint a puszta elközömbösödés, és most valahogy kisemmizve érzem magam. Minden, amit életem elmúlt 15 évéről tudok és gondolok, kérdésessé vált, szétfoszlik, érvénytelen. Mindenről csak magának beszélhettem, drága Szonya. Köszönöm, hogy tehettem. Félek, talán terhére voltam-e bizalmas levéllel, s ha így van, nagyon kérem, bocsássa meg. A sógorok és a sógornők ősidőktől fogva minden mítoszban rendszeresen botrányos kapcsolatba kerülnek egymással. A konkrét esetben meg egyszerűen csak az elhagyott feleség állt bosszút igen közönségesen volt férjén és családján. Esetleg abban a reményben, hogy megint sikerül felgerjeszteni a hímet a hímben. Gratulálok a kinevezéséhez. Pedig tulajdonképpen meg kéne szidnom, amiért elfogadta. Megértem. Családos ember, szüksége van a magasabb fizetésre, és az sem vitás, hogy nekünk, akik a művészeti életben a margón egyensúlyozunk, a tűrt és a tiltott határán, hasznunk van a maga megnőtt befolyásából, de vérzik a szívem a meg nem születő műveiért. Eltékozolja magát, drága Imre. Pedig magának nemzedéke organizátorának kéne lennie, amit Németh Laci tűzött ki célul. És sokáig úgy nézett ki, hogy be is teljesíti. Aztán persze közbeszólt a történelmi valóság, és az ő nagy életvállalkozása kudarcba fulladt. Pedig alkalmas volt a szerepre. Ezt én mondom, akinek ezer baja van a nézeteivel. Mégis, ahogy maga is erre a szerepre született. Már akkor is elégedett lennék, ha maga legalább annyit teljesítene a küldetésből, amennyi neki balsorsa ellenére sikerült. A nagy özvegynek direkt jól jött, hogy az új nemzedék legígéretesebb tehetsége ékesíti udvartartását. Kisebb tehetség hódolatát nyilván el se fogadta volna. Mindent értek. Léda a hattyúval. Léda kélyesen elomlik, csak ebből lehet tudni, hogy éppen közösülés történik a képen, a mitológia egyik frivol eseménye. A hattyút nem találom erotikusnak. Tökéletes szépségű madár, ilyen módon akár isteninek is látható, de nincs benne semmi, amitől elnehezedik a lélegzet, mintha porcelánból volna.
Még az is, ahogy felajzva a rástartó Lédára, inkább a vízen veszekedő gúnárok ágaskodó mozdulatára emlékeztet. De legalább fel van ajzva. Más képeken unalmasan terül el Léda, mint egy takaró. Nem csoda, ha senkinek sem jutatja eszébe, hogy itt bizony, és Zeus Jupiter más pajzánságai alkalmával is valójában szodómia esete forog fenn. Mert hiába főisten, a földi nő számára nem más, csak egy állat. Úgy látszik, ez is bennünk van. Kollektív tudatunk mélyén. Az állat képében hozzánk férő istenség, a közösülés vágyában a teremtés magasztos ösztöne, és sejtjeink ember alatti durva gerjedelme, szétválaszthatatlanul együtt. Ó, ha meg tudnám festeni azt az álmomat, amit ölem égő sóvárgásától megkínzottan álmodtam többször is. A Lédaképet tanulmányozva jutott az eszembe, hogy akár isteni erőnek is nevezhetném, ami abban az álomban hatalma alá hajtott. A Vatkant nem szereti a magyar ember, megölte Imre herceget és Zrínyit is. Azám, Imre herceget. Ez érdekes. Tehát valójában nem is véletlen, hogy Vatkannak sejdítettem az állatot, amelynek képében az én Imrém közeledett hozzám. Emericus Rex. Paula másféle szexre vágyott volna, mint amit Imrétől várhatott. Férfiasabb férfira. Imre kedves, figyelmes szerető volt, nem macsó, de azért semmi női vonás nem volt benne. Inkább nagyon is szerette fitoktatni, hogy milyen nagy legény. Már igazán nem volt fiatal, amikor összekerültünk, mégis folyton megmosolyogtatott, mert néha úgy kakaskodott, mint egy kisfiú. Szerelmeskedés közben különösen. Most leigázlak, súgta az arcomba, amikor fölém lendült. Támadt egy kis riadalom, miután Julikát elvitték lemosni. A méhem nem akart összehúzódni, és pumpálta kifelé a vért, mint egy hasamba lecsúszott nagy szív. Hiába, el volt gyengülve. Julika nagybaba is nagyon hamar jött Balázs után. Még ez a terhesség is kicsit korai volt, de ugye sajnos a kettő között is volt egy. Nem tudtam, hogy ennyire hajlamos vagyok a megfoganásra. Lánykoromban nem volt ezzel különösebb problémám. Vagy mi ketten illünk túlságosan össze? Most éppen fél éves lenne az a gyerek. Nem is tudtam akkor még, hogy mit csinálok. Annyira rutinszerűen ment az egész. Mindennapinak számított egy küret. És aztán már késő volt. Borzalmas volt. Most könnyebbült meg kicsit a lelkem, hogy látom ezt a szépséges Juli babát. Ő nem lenne a világon, ha fél évvel ezelőtt az a másik magzat születik meg. Csak ez a gondolat békít össze kissé magammal. Tudom, hogy neked sem volt mindegy, ami történt. Ezért nem voltál hajlandó beszélni róla. Bocsásd meg, hogy most ebben a levélben újra lerohanlak a nyomasztó emlékekkel. Most talán te is megkönnyebbülsz, karodban tartva Julikát, aki soha nem jött volna világra, ha akkor nem ijedünk meg a kevesebb, mint egy évnyi korkülönbségtől, a még szopós csecsemő kisfiunk és a jövendő testvére között. Azt hiszem, kegyes hozzánk a sors, hogy most ennek a gyönyörű kislánynak a révén feloldoz minket. Még ha nem is bocsáthatjuk meg magunknak a közönyt, amellyel egy évvel ezelőtt elpusztítottuk a magzatunkat. De magát a tettet a véletlenek csodálatos láncolatába illesztette, amely megszabja, hogy épp az a bizonyos ember szülessen meg milliárdnyi lehetőségből. Bárcsak minden pusztításról igaz lenne, hogy új élet számára teremt helyet. Én nehezen szültem. Rettentő fiatal voltam, 19 éves. Dénest az apjáról neveztem el, mert ezzel is magunkhoz akartam kötni. Csak a gyerek miatt vett el, mert annyi emberség azért volt benne, hogy megmentsen a lányanyaságtól.
Akkor még nagyon számított az ilyesmi. Jól megnézték a szülészeten, ha valakit lánynéven szólítottak. Én is felvettem Dénes nevét, pedig tudtam, hogy hamarosan elválunk. Dénes az első percben beleszeretett. Oda volt, hogy fia van. Mindig meg is hívta néhány hétre az állomás helyeire, mert aztán a külügy kötelékébe került a hadseregtől, és katonai attasé volt 1000 helyen a világban. A fiam meg kihasználta, hogy külföldi egyetemeken lébecolhat, aztán persze ott ragadt. Volt már svéd, amerikai zsidó, kuvaiti és indonész felesége is. De csak a svédtől és a hindutól született egy-egy lánya. Nagyon szépek. Csak sajnos egy szót sem beszélnek magyarul. Nem is tudom igazán unokáimnak érezni őket. Mennyei szerencse, hogy éppen abban az időben, amikor Dénes fiam külföldön kezdett egzisztenciát építeni, találkoztam Imrével. Mert különben itt maradtam volna egy szál egyedül. Édes Pólám! A szokásos időben megjelentünk anyádnál a vasárnapi ebédre. Kérdezik, te hol vagy? Nem mert eljönni, mert csak kislány szült, válaszoltam. Először nem is értették, mit beszélek. Aztán kitört az öröm. Kiderült, hogy mindenki lányt várt, ami nem is csoda ebben a családban, ahol nőuralom van. Annyira lelkendeztek, amiért lánygyerekünk született, hogy mi, abszolút kisebbségben lévő hímneműek már kezdtünk lelkünkre venni, hogy fabatkát sem érünk egy kis pisishez képest. Levittem Baláskát kicsit szánkózni, csak a kis pofája látszott ki a kapucnis kezes lábasból. Nem szólt semmit, azt hittem nem is élvezi, hogy ügetek vele, mint egy konflisló. De ha megálltam, lármázni kezdett, tehát az élvezet mégiscsak megvolt. Egyre aranyosabb. Ott is kellett hagynom anyádéknál éjszakára, mert láttam, belehalnak, ha elhozom tőlük. Nekem meg jól jött a szabad este, hogy befejezzem a könyvek felpakolását az új könyves polcra, ami a mosással együtt félbeszakadt, amikor elrohantunk a kórházba. Nem igaz, hogy felelőtlenül hoztuk meg a döntést. Gondolnunk kellett a már meglévő kis családunkra. Számot kellett vetnünk a körmünkre égett adósságokkal, amik miatt muszáj volt munkába állnod. Drága Pólám, nem erősséged a realitásérzék. Nevezetesen, hogy józanul ítélj az élet közönséges dolgaiban, mint amilyen például egy családi költségvetés. És saját teljesítő képességedet is rendszerint rosszul méred fel. Hullafáradt voltál a lakásmizériától, és Baláska megszülésétől. Éppen akkor mentél vissza a laphoz. Mit tudtál volna adni kizsarolt testedből annak a szegény magzatnak? Bocsáss meg, Póla, de az sem az észszerűség csimboraszója, hogy te a mostani helyzetedben ezen a változtathatatlan történésen rágodsz teljesen értelmetlenül. Csókollak. Én minden esetre imádnivalónak látom a centrifugázó, vasaló, csomagokkal rohangáló Imrét, aki leserkedik a huncutkodó gyerekére, és kedvesen leír mindent, amiből Paula kimarad. Például az őt illető ünneplést is a családban, a baráti körben. Hozzáképzelem Imre fiatal figuráját, és veszettül irigylem Paulát, hogy ez az Imre az övé volt. A lelkes fiatal apa. Ez most fáj. Hála Istennek nem kábítottak el a gát bemetszésének idejére, és érezhettem, ahogy a kicsi test kicsusszan belőlem. Nem láttam, de tudni lehetett, hogy egy kis rózsaszín, nyálkával bevont hosszúkás testecske. És akkor átsuhant rajtam Imre péniszének érzete, az a másik csusszanás, és a kettő e töredék időben összeolvadt egyetlen gyönyörré. Nem adnám semmiért, hogy ezt átélhettem. Ez volt házasságunk, szerelmünk megszentelése. Itthon azonnal, illetve ahogy hozzájutottam, megpróbáltam temperával vázlatokat készíteni, mert egyszer meg szeretném festeni ezt a vérző, felbojdult élő anyagot. A húst, az öntudatlan húst, amely én vagyok, de nélkülem létezik, és végzi a dolgát. Azt akarom megfesteni,
ahogy a testem emlékezett a kínjára, a felszaggatottságára, mert abban az álomban a testem emlékezett, nem a tudatom. Brutálisan valóságosak voltak a húskötegek, az inak, a hártyák és a nedvek, mind szinte új beggyel tapintható. Ezt a valószerűséget kell elérnem, de csak én tudhatom, majd elértem-e. Ha egyszer sikerül megfesteni, a test emléke lesz a kép címe. A test emléke című képéről elég sok szó van a nagy kiállítás katalógusának előszavában. A tanulmány ismerteti a korabeli fogadtatást. Voltak, akik dekorációs művészetnek minősítették, más meg József Attila ódájára hivatkozott a képpel kapcsolatban, hogy az ember itt is, mint biológiai képződmény jelenik meg, de nem undort keltve, a test alantas funkcióit és romlékonyságát leleplező módon, ahogy már sok festőnél megtörtént, hanem valami üde egészséget sugározva. Egy darabig aztán úgy jöttem ki a WC-ből reggelente, hogy szóltam Imrének, ne menj be egy darabig, nagyon üde a légkör. Imre nem díjazta igazán a humoromat. Mégis sokszor elsütöttem ezt a mondatot. Jól esett, mert fortyogva gyűlöltem Paulát. Úgy látszik, Paulán kifogott a gyönyörű téma, a titok, amiről talán ő is azt hitte, hogy csak vele történt meg. Imre többször is leírta, hogy a művész számára a legnagyobb kísértés és a legnagyobb csapda az úgynevezett nagy téma, az ő legnagyobb témája. A legtöbb remek mű nem akarásból, hanem mellékesen születik. Szerény, jelentéktelen magból lombosodik ki, szerette mondani. Kedves Imre, levelet írok, holott itt ülsz tőlem pár lépésnyire, vered az írógép billentyűket, ahogy én is. Végighallgattam vádjaidat. A vádjaidról beszélek, mert igenis vádak, és visszautasítom őket. Nem olyan lány voltam, aki megalkuvásból férjhez megy. Nem olyan asszony vagyok, aki hazudik, pláne egész életével hazudik. Szerelemből mentem hozzád, és szeretetből, felfeltámadó szerelemből élek veled. Ahogyan te értelmezed a képeimet, az teljesen fals személyeskedés. Nem azért festettelek meg, egyébként nem portrénak számva, hanem egy csoportkép értelmiségi mellékalakjaként, idősebbnek a korodnál, mert öregnek tartalak már magamhoz, hanem mert egy nagyon érett, nagyon okos arc kellett oda. És nem azért van ezen a legújabb Szabadság című képen egy fiatal atletikus test, tényleg az egykori kosarasomat vettem mintának, de nem állt modellt, hogy is képzelsz ilyen hülyességeket, hol van nekem pénzem modellre, mert fiatal hímekre vágyom, hanem azért, mert így egy szép, erőteljes lábszárra hurkolódnak a leomlott falakból kilógó vezetékek, és a kirobbanó életerőt rekesztik maguk közé a törmeléktorlaszok. Jobban érződik a kontraszt az épp test és a romok között. Nem önéletrajzot festek, Imre. Nem a titkaimat akarom a képeken kibeszélni. Az a boldogtalanság, az a szabadsághiány, ami a képeimre kerül, a lét más síkjairól való, mélyebbről és magasabbról, mint ahol reggel felkelünk és este lefekszünk. Az a teremtmény, hiszen én is az vagyok, az maradtam feleségedként is, elveszett, magára hagyott teremtmény, gyötrelmes zarándok útjáról való. Ha mégis a feleség boldogtalanságát láttad a képeken, akkor rettenetesen elvakít a férji hiúságod. Az az igazság, és talán ebben rejlik a magyarázat, hogy nem érzem magam teljesen ártatlannak. Amikor összekerültünk, boldogan engedtem el magam melletted, boldogan szüntettem meg korábbi fájvirág énemet, legyintettem imitamot felmerülő másféle igényeimre, elfojtottam berzenkedéseimet.
Mit számítanak ezek az apróságok, gondoltam ahhoz képest, hogy gazdám van. Tartozhatom valakihez. Hozzád tartozhatom. Ezt te is örömmel fogadtad. Elvégre egy férfi számára ideális, ha az ellenkezés hiányát, a feltétlen szolgálatot egy olyan asszonytól kapja, akit becsül is valamennyire. Főleg azoknak a tulajdonságoknak az alapján, amelyeket az idő szerint éppenséggel nem tapasztal benne. De ennek az édeni állapotnak lassanként vége lett. Megerősödtem az együtt töltött évek alatt, a te jó voltodból is. Lettem valaki. Valaki lettem. Úgy néz ki, mintha kezdetben félrevezettelek volna valamiképpen. Kérlek, próbáld megérteni, hogy ez a levél arról szól, ne tedd tönkre a kapcsolatunkat csak azért, mert kiderült, hogy nem vagy mindenható. Nem tudtál megváltani önnön tulajdonomtól a rám mért tudás, tehetség, szenvedésétől. Magam szeretnék elbánni vele a képeimen. Soha nem gondoltam, hogy meg tudlak váltani. Ennyire önhit még én sem vagyok. Egyébként maga az Isten sem tud megváltani mindenkit. Vannak, akik keresik a bajt, s te ezek közé tartozol. Szó sincs tehát megváltási illúzióról, de egy, szerelemmel, mély szeretettel fordultam feléd. Kettő, akkor is erősebb voltam, mint te, most is erősebb vagyok. Három, akkor is hittem, most is hiszem, hogy nyugodtan elengedheti magát mellettem valaki. Nem éltem, és nem élek vissza a bizalmával. Négy, nem felel meg viszont a valóságnak, hogy a mi kapcsolatunk más feltételek között született, és más axiómákhoz idomult, mert én akkor is láttam benned azt a lehetőséget, ami most megvalósulni kezd, és néhány szavadból arra következtetek, hogy te sem felejtetted el a biztatást, a megerősítést, amivel én járultam hozzá kibontakozásodhoz. Nem lehet feloldozni valakit olyasmi alól, amit az illető magának se val be. Pedig ha be tudnád az igazságot vallani magadnak, még a neuraszténiádon is enyhíthetne. Nem kellene miatta szégyenkezned. Nem járna vele erkölcsi prius. Aki az élet sokféle lehetőségére vágyik, az tulajdonképpen azzal az egy lehetőséggel van torkig, amit valójában él. Hogy ez így van-e, azt neked kell a magad számára önámítás nélkül eldöntened. Igaza van, hogy Paula öregembernek festette le őt azon a tablón, és a híres erotikus képein a férfi mindig arctalan volt. Ez elég beszédes bizonyíték arra, hogy nem Imre testesítette meg Paula számára a férfit, a szerelmi atlétát. Paula túl nagy ügyet csinált abból, hogy Imre nem szerette a képeit. Imre meg abból, hogy Paula már nem olyan heves szerető, mint lánykorában volt. Nagyon valószínűnek tartom, hogy Paula valóban elleplezte Imre elől a kielégületlenségét, vagy éppen szexuális csömörét. Imre jól látta ezt. De hát az ilyesféle kegyes csalás a tartós házasság titka. Imre úgy látszik már kitanulta ezt, amire hozzám jutott el, mert nem csinált ilyen tetemre hívásokat. Azt sem értem, miért akarta annyira, hogy Paula őszinte legyen ezekben a dolgokban. Mire lett volna jó az neki, ha Paula elküldi a francba, ahelyett, hogy fejfájásra hivatkozik. Őszintén szólva azt hittem, hogy csak később romlott meg a házasságuk. Hát nem. Elég hamar megromlott. Fellebbezés. Kajtár Paulához, az alkotó emberhez, ugyanabban az ügyben, amelyet első fokon Bagyas Imrénével a feleséggel szemben elvesztettem. Nem vagyok bankár. Nem szólítok fel senkit az erőhelyzetéből, hogy lássuk, ki a legény a gáton, s rideg iróniámat sem fegyőrzubbonyban csillogtatom.
Szenvedő ember vagyok, akit eltalált egy robbanó golyó, és szétvetette azt az illúzióját, de úgy is mondhatnám az út végére még megmaradt boldogságát, hogy a testet, az idegeket és a lélek frissességét elnyűvő terhek ellenére, amelyeket bőkézzel rakott rá, és természetesen társára is az élet, amikor egy évtizeddel ezelőtt igenis minden árat megfizetve, és alternatívák nélkül, alternatívákra egyáltalán nem is gondolva, egy szükséges kötőhelyen, nem a közönös Isten, nem a kaján gyűlölködő világ, de önmaga előtt végérvényesen igent mondott egy életvállalkozásra, amelynek során mégiscsak elérte, amiről pedig álmodozni sem mert, azt a testet, lelket, embert, nem, azt a drága fénytüneményt, ami belőled, a te lényedből áradt, és őrmesteri viselkedésem ellenére ma is áradni érzek felém, ami 10 esztendő minden nyomorúsága ellenére mégiscsak boldogítani tudott valahogyan, oldani tudta a szenvedő ember vele született, és a körülmények hatására felerősödött Csehovi szomorúságát. Hát, ez szétcsattant, mint a sakál dinnyéje. Nem is volt egészséges, mondhatod. Egy kifinomult, dekadens, degenerált idegrendszer túlzása volt. A beadvány hiteléül Imre. Fény, tünemény, meg a szenvedő ember testét, lelkét elnyűvő terhek. Szent ég, mit mondjon akkor egy szibériai hadifogoly, vagy egy uránbányász? Kedves barátnőm, vagy hogy is nevezzelek most már, magam sem tudom. Az utóbbi időben, hónapokban meglehetősen egyoldalúvá vált levelezésünket, szóbeli, írásbeli, érzelmi üzeneteimet, amelyekre olyan válaszokat kaptam, amilyeneket a menthetetlen beteg szokott kapni az orvosától. Hadd fejezzem be ezzel a levéllel, annak kinyilvánításával, hogyha volna Isten, aki látná lelkemet, tanúsíthatná, nem haragszom rád. Megértettelek. Nem voltál becstelen. Szerelmes voltál. Nem tehettél mást. Amit tettél, azért tetted, és csak titokban tehetted, hogy megmentsd lelked békéjét. A tovább éléshez, egy elviselhetetlen helyzet elviseléséhez szükséges erejét. Az a szerelem, amelynek a kötőfékjén a bolondját lehetett ismételten járatni velem, kiment belőlem. Csak a szenvedés maradt meg. És a szégyen, hogy el kellett viseljél engem testileg is, és én arról mit sem tudhattam, hogy milyen kínpadra feszít rá egy másik férfi felé sugárzó szerelmed, és a nekem való kényszerű kiszolgáltatottság. Nászágyon kínpadra. Ezt nem tudom elviselni. Kizárólag az foglalkoztat, hogy helyt kell állnom továbbra is a közös életvállalkozásunkban a gyerekekért, ezért nem mehetek el, a felelősség nem enged. Ez nem frázis. Te is néztél már utánuk az erkélyről, amikor egymás kezét megfogva óvatosan átszaladnak az úttesten, hogy elmenjenek az iskolába. Tanulni egy valószínűleg ugyanilyen nyomorúságos jövő érdekében, amilyen a mi jelenünk. Nekem te voltál az utolsó szerelem, ez biztos. Lehetséges, hogy neked ő volt az utolsó szerelem, bár te fiatal vagy, történhet veled még ilyesmi. Hogy melyikünk megy jobb sors felé, Szókratész szerint csak az istenek tudják. De facsart ki ezt az érzelmességtől csöpögő levelet, és ami benne marad, arra válaszolj nekem. Ezt még kérhetem, ugye? Mit akarsz? Ha már tapasztalnod kellett, hogy egyszerre mindent és mindennek az ellenkezőjét nem akarhatod. Mi van a szívedbe írva? Ismered a szívedet? Kérdi tőled, akinek hiába töltöttünk együtt 10 évet, úgy látszik, csak a nevét tudod pontosan. Bagjas Imre. A
a helyzethez illő megszólítási formát nem ismerek, ezért remélem megérted, ha ilyen egyenesen közlöm veled, hogy tudok arról a kapcsolatról, amely feleségem és közted támadt, és amelyet klasszikus stílusfordulattal aligha lehetne platonikusnak nevezni. De bármelyik keserves is, kizárólag az én szempontomból ennek a következményeivel szembenéznem, téged és egy asszonyt, akit szerettem, semmiképpen sem terhelhetek azzal a fölös kényelmetlenséggel, amit a bujkálás, a titkolózás spanyol falának fölállításával kapcsolatos humanisztikus erőfeszítés kényszere jelenthet. Ellenben az a meleg készszorítás, amelyen legutóbb kitüntettél, felbátorít, hogy becsületesebb üzletet ajánljak, amelyet az egyenlőbb közteherviselés és a méltányosság szelleme is sugall, hogy bár ma már nem divat, de azért fizesse meg Kiki a maga részvételi díját ebben a történetben, amelyet nem én gondoltam ki, és amelyben nem kívánok részt venni. Bagyas Imre. Hát tévedett Imre. Nem utolsó szerelme volt Paula. Paulának viszont nem lett több társa, tudtommal haláláig egyedül élt. Lehet, hogy titkos szeretői akadtak, de mindenhová kíséret nélkül érkezett kiállításokra, társaságokba, színházba. Imre tehát szakított Paulával, holott még tizenvalahány évig kitartottak egymás mellett. Majdnem 25 éves házasok voltak, amikor Paula otthagyta, ha jól számolom. Csak a nyilvános rendezvényeken jelentek meg házaspárként. Politikai gyűlések, összejövetelek, ünnepi kulturális műsorok voltak ezek az alkalmak. Nem gondoltam róluk semmit. Néztem őket, hogy lám, híres emberek, s ugyanúgy ülnek, fészkelődnek, fecserésznek a zsőjékben, mint bárki más. Ajánlott levél, feladója Hites Tamás. Furcsa, épp most olvastam, hogy egy szavazás szerint a 20. század festőjének választották valami nemzetközi internetes fórumon. Szavazást indítottak, hogy ki a század színésze, írója, építésze, filmrendezője, énekese, orvosa, fizikusa, sportolója, versenylova. Na, ennyire komoly az ilyesmi. Versenyló és fizikus. Mindegy. Mégiscsak szép, hogy egy magyar festőre szavaztak a legtöbben. Más kategóriákban nem került érre magyar jelölt. Kedves Imre! Megkaptam leveledet. Rideg iróniáját tisztelem. Sem elfogadni, sem viszonozni nem tudom azonban. Itt nincs bűnös. Semmi sem ellenedre történt. E váratlan levélen kívül egyébként semmi más értesülésem nincsen. Ezért a leveledben foglaltakra nem tudok válaszolni. Ráadásul kényszerű helyzetem még egy bő hónapig csurgóhoz köt. Kérlek, legyünk egyelőre kímélettel egymás, és önmagunk iránt. Dátum, aláírás. Tehát Hites Tamás. Soha nem találtam volna ki. Jön-megy a világban még most is, pedig már nagyon öreg. Polgárpukkasztó képeket fest, ha lehet még ezt a kifejezést használni, hiszen a derék polgár boldogan benyal mindent, ami botrányos, morbid, kellemetlen, s nemhogy pukkadna tőle, inkább tapsol neki. Jelenleg Szingapurban lébecol. Mit érzett Imre akkora tehernek az élet fenntartásában, a család fenntartásában, hogy annyiszor hivatkozik rá, és lám valami módon meg akarja fizettetni a szerelmi rablóval? Áldozatot mindenki vállal, akinek gyereke van. Én például egyedül neveltem Dénest. Másfél évtizedig nemigen voltam színházban, házi bulin. Anyám ritkán vállalta át a gyereket. Egyetlen influenzát sem feküdhettem ki, de nem éreztem mindezt különleges áldozatnak. Vele járt a helyzettel. Hites Tamás egy nem túl ápolt szőrmók, és meglehetősen avantgárd,
Azaz nem is tudom, most avantgárdnak tartják-e az expresszionizmust, mert inkább expresszionistának mondanám az Ipsét, de mindegy. Rózsika szedte össze valamelyik alkotóházban, rettentő csóró. És én hagytam magam rábeszélni, hogy beengedjük harmadikként a társbérleti műtermünkbe. Jól is jött volna, ha harmadoljuk a rezsit, de Rózsika épp csak valami szimbolikus összeget kért tőle, mert állítólag nincs semmi jövedelme. Egy nő egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy szóba álljon a sátánnal. Nem láthatja a létezést és a létezőket oly förtelmesnek, mint Bosch és a középkori freskók utolsó ítéleteinek festői, és mint Hites Tamás. Mert ebbe a világba kell kiengednie a gyerekeit reggelente, és ebben a világban kell beszereznie a vacsorát, anélkül, hogy a mákonyos álmok embernyelő óriás sáskájánál fizetne a pénztárnál. Emberinek és élhetőnek kell látnia a világot, legalábbis látnia kell benne az életre alkalmas kis tereket, egy-egy foltnyi jót. Különös, hogy Hites Tamás embergyűlölete elfogadhatóbb a számomra, mint Imre totális pesszimizmusa. Nagyon sok pokoli helyen járt. Egyik-másik képével kapcsolatban el is mondta, hogy hol látta azt a bizonyos nyomortól lepusztult testet, melyik országban van szokásban a kivégzésnek, azaz általa megfestett módja. Ilyen kis szívderítő epizódokat. Én meg nem is sejtettem, hogy valós élményből jönnek elő a képei. Vizionálásnak hittem az egész festészetét. Úgy is elborzasztott. De megtudva, hogy mi mindent látott és élt át, valóságos fizikai fájdalmat érzek a képeit nézve. Ezzel az objektív világképpel szemben már valóban nagyon kevés erkölcsi alappal veszem védelmembe a világ lehetséges otthonosságát. Egyre többször bonyolódunk beszélgetésbe. Még szerencse, hogy nem órabért, hanem általánybért fizetek a műteremért, máskülönben pénzben is számolhatnám az elvesztegetett délutánokat. Ugyanakkor mégsem tartom egészen időpocsékolásnak a Hites Tamással való vitázás, mert olyan ember, akit nem tudnék kitalálni. Úgy van összerakva az agya, hogy egészen szokatlan szögben látja a dolgokat. Az igazi keresztény nem nyerhet feloldozást a megbánás katarzisa nélkül, s van bűn, amely nem bocsáttatik meg soha. Beköltözött az emberbe, önnön lelki ismerete képében az isteni igazság képzete, amiben én nem hiszek. Nem tudok hinni, mert minden igazság csak maja fátylán keresztül látszik, vagy bibliai nyelven tükör által homályosan. Azonban arról, hogy van, ha változékony is, ha nem ismerhetem is, nem mondhatok le, nem lehetséges lemondanom, leesne a nap az égről. Én olyan kultúrára vágyom, amely gyökeresen más. Nem a halálban elégül ki, nem a szenvedés a tápláléka. Olyan kultúrára, amelyben el tudjuk viselni annak terhét, hogy az életben nem maradhatunk ártatlanok, és elintézzük magunkban a megváltást, vagy ha nem vagyunk rá képesek, azt is el tudjuk viselni, de semmiképpen sem kell megfeszítenünk a magunk érdekében senkit. Kimerjük élni a bosszúvágyunkat is ugyanúgy, ahogy szívből meg tudunk bocsátani. A gyűlöletet épp úgy, mint a szeretetet, a kárörömet épp úgy, mint az együttérzést, a magány örömét épp úgy, mint társas kötelékeink utálatát. Egy őszinte kultúrára vágyom. Paula soha se írt volna le ilyeneket, ha nem kerül össze Hites Tamással. Mennyire hatottak rá a férfiak? Imrétől is átvett egy csomó mindent, az ízlését teljesen Imre alakította ki, meg némileg a szókincsét is. Aztán lám egy idő után új orákulum után nézett. Semmi okom szellemi élősködésnek minősíteni Paula rákattanását Hites Tamás világundorára. Miért ne lehetett volna magától is torkig a fontoskodással és képmutatással, ami nagyon benne volt akkor a korban, a legjobb barátainkban is.
Én egy kis kultúros voltam, de hánytam a naplopó főnökeimtől, az ünnepi műsoroktól, amiket szerveznem kellett. A tanácstól jött elvtársaktól, akik két ararát konyaktól már berúgtak, mert állandó volt bennük a véralkoholszint, és a rendszerre panaszkodtak, amelynek pedig ők voltak az oszlopai. A harmadik konyak után meg már fogdosták a könyvtáros nőket. Engem nem, mert néhány rossz tapasztalat után távol tartottam magam tőlük. Hites Tamás viszont alig ha bajlódott humanista elvekkel, meg keresztény kételyekkel. Túl lehetett minden ilyenen. Öntudatos anarchista volt. Feldúlta Paulát, ez nyilvánvaló. De semmilyen segítséget nem adhatott neki, hogy jó és rossz kérdésében dűlőre jusson. Egyedül kellett boldogulnia Paulának. Ő tulajdonképpen jó keresztény akart lenni, keresztény vallás nélkül. Ez az érzésem. Együtt léptünk ki a házból Tamással. Előtte felhevülten beszélgettünk, belefeledkeztem a gondolataimba, és egyenesen belerontottam a járókelőbe, aki túl közel jött a házfalhoz. Nagy darab férfi volt, ő is figyelhetett volna jobban, de teljesen világos, hogy én voltam a hibás. Tamás mégis felpaprikázódva neki esett a pasasnak, hogy nem tud vigyázni, hülye barom, fellőtte a hölgyet. Miért engednek egy ilyen vadállatot emberek közé? Kis hián megverte. Imre akkor is engem szidott volna le, ha tényleg a fickó jött volna nekem. Egészen elolvadtam, hogy Tamás meg ilyen harcosan védelmezett, pedig én voltam a merénylő. Nem futó szexuális kaland volt Paula számára ez az összefekvés egy másik férfival, hanem sokkal több annál. Szerelem volt, és ez szörnyen megalázó lehetett Imrének. Kedves Imre! Neved pontos ismeretén kívül a 10 év alatt, amit melletted és jó részt veled töltöttem, még egy bizonyosságra tettem szert. Tudom, hogy gyakran túlzásokra ragadtat felfokozott érzékenységed. Ezt a köztünk lejátszódott kamaradarabot te élted át Racine drámaként. Te vagy romantikus Racine hős. Én inkább megalkuvásra, sőt cinizmusra és némileg kurvaságra hajló lélek vagyok. Mindazonáltal mégis sokat szenvedek. Úgy látszik, tényleg szenvedésre születtünk, ahogy anyád vallotta. Akár Racine a lelkünk, akár cinikus. Hiába érted meg, hogy egy másik férfi iránt érzett lángolásomban mártíriumnak éreztem a testi közeledésedet, ez nem igaz. Nem éreztem mártírnak magam. És végleg nem igaz, hogy ezt a mártíriumot a másik férfi szerelméért viseltem el. Természetesen nem volt fájdalommentes az akkor még eleven vágyról való lemondás, és eközben a te tested elfogadása, de mártírnak semmiképpen sem tarthattam magam. A jövő... Én együtt tudok veled maradni anélkül is, amit irántam való szerelemnek véltél. Az, amit én érzek, neked szól. Nem kötődik semmilyen feltételhez, pláne nem az utánam való, de ellenem támadó bírvágyathoz. Ilyen formán engem nem ért veszteség. Nem most ért veszteség. Hanem akkor, amikor nem érted be azzal a sokkal, ami hozzád köt. Bízom benne, hogy idővel fontos lesz az is számodra, és válaszolni tudsz rá. Addig is legalább elevélre várom válaszod. Paula. Szegény megkínzott Imre. Mit válaszolhatott erre? Ő sem akart válni. Hát nyilván úgy tett, mintha elhinné Paulának a feléledő házastársi szerelmet. Szánalmas az egész. És ott a két gyerek is. Azok vajon mit vettek észre mindebből? Gyógyító szavak. Nyilván a kórteremben írta ezeket. Hogy fáj a hiányod, ez József Attilánál is, mint nálam is, aki ezt most szó szerint átélem, csak pszichotikus túlzás volna? Az elmebaj jele? Nem érdemeltem meg, mondom.
A sors nagy fordulatai azonban függetlenek az ember etikai érdemétől, ezért alkalmasak arra, hogy etikai tudatát, hitét tönkre zúzzák. Mert erkölcsi énünk igazolást vár a sorstól. Ostobaság. Nincs semmi és senki felettünk az életünkkel szeszélyesen játszadozó erőtérben, ami aki előtt számítana, hogy kik vagyunk. Most valóban szabad, alakilag is. Arra jár, amerre akar. Vajon él ezzel a szabadsággal most, hogy távol létemben formailag sem kötöm, miután belülről sem köti semmi hozzám? Nem fogom megtudni soha. Mégis megmásíthatatlanul örülök, büszke vagyok rá, hogy restelkedés nélkül gondolhatok vissza azoknak a hónapoknak minden percére, amikor Balázzsal és Julikával volt áldott. Vak voltam, mert nem vettem észre, hogy számomra a pénzszerzési hajsza kibúvó, ürügy, hogy elbújhassak, mint a ma Jónás igaz szellemi kötelességeim elől. Lelkem mélyén azonban tisztában voltam ezzel. Minden hajnalban arra ébredek, hogy szeretem. Az életemet mentetted meg, mondtad. Ha nem veszel feleségül, valószínűleg már nem élnék. És most a te életednek az enyém lesz az ára? De hogy fogsz velem elszámolni a gyerekek előtt? Azt kívánom, ne tudják meg soha, mi történt. Hadd higgyék, hogy boldogan éltem, boldogan haltam, mint a mesében. Szégyeljem-e, hogy félek? Én a képzelt félelmeim ellenére is, képzeletem sötét szörnyeitől összemarcangolva is igyekeztem megállni a helyemet, otthont teremteni, táplálékot szerezni, kultúrált, humanista környezetet tapasztani a sárból, méltatlan munkák terhe alól valamit sugározni magamból. Mit szégyeljek? Szégyenkezzenek azok, akik ezt tették, ezt játszották velem. Alig hihető rólam. De még egy harmadikkal való közös szexuális örjöngést is el tudtam volna képzelni, az ő csodálatos gyönyöréért, amelyből ilyen formán nem rekesztődnék ki. Ezt a betegséget ki kéne használni arra, hogy ne kelljen szakácsként főzőkannállal kavargatnom a magyar képzőművészeti életnek mindazt a mocskát, amit főnököm és barátai, acél és egyéb fő elvtársak kegyencei belezúdítanak. Ha elveszítem a férfiasságomat, akkor feladom. Póla se lát alapjában véve, nem látja, nem hitte el, hogy questor vagyok, kereső, akinek archetípusa a Parsifalban, a Grálban, a Faustban van, mert ezt a nem keleti, nem magyar viselkedés mintát örökítették génjeimbe türingiai őseim. Rosszul feleltem a Sphinx kérdésére, amelyet a sorsomra vonatkozóan feltett nekem. Vagy el kellett volna innen mennem 45-ben, 46-ban vissza az egyik ág, a szellemi ág ős hazájába, vagy vállalnom kellett volna ide tartozásom tudatát, és dolgoznom kellett volna igazi munkámat elvégezni, nem rogyásig robotolni a megélhetésért, hanem, ha másként nem megy, az asztalfióknak megírni, amit egy felsőbb hatalom rám bízott, amikor tehetséget tett a bölcsőmbe. Most alszik a magyar a magyarban, írta Adi 1914-ben. Jelenleg jó 60 évvel később altatják, hibernálják a magyart a magyarban. Máig sem tudom, hogy annak a napnak az éjszakáján, amelynek reggelén felbontottam Póla levelét, és vizes pohárszámra ittam a vodkát a konyhában, és valóban minden kihullott belőlem, ő is, a gyerekek is. Mi tartott vissza, hogy nem vetettem véget az egésznek? Itthon. Téged választottalak, mondod, ismételgeted minduntalan. Igen. Így van, kétségtelenül, mert én voltam a legkényelmesebb.
legrentábilisabb választás, főleg, ha meggondoljuk, hogy a megváltásra érdemesített H rögtön leszögezte, nem kínál alternatívát. Engem választottál, de minden idegszálladdal védelmezed azt a történetet, amit az irántam érzett szeretetből és megbecsülésből állítólag kigyilkolsz magadból, és ez is a te kifejezésed. Holott engem gyilkoltál ki magadból. Le kellene fordítanom igazi jelentésükre a mondataidat. Nem akarom feltétel nélkül kiszolgáltatni magam neked. Ez azt jelentené, hogy én szolgáltassam ki magam feltétel nélkül neked? Hogy törődjek bele, velem mindent meg lehet csinálni? Azt mondta, hogy nem tud a figyelmed nélkül élni. Ez nem igaz. Nyilván kellemes volt neki a figyelmedben sütkérezni. Nekem nem éri meg, amit az élet adhat a te figyelmed nélkül. Én újra szerelmes vagyok, szerelmes lettem belé, 10 év után bolondabbul lobogva, mint annak idején. Nem csak az életemet, a halálomat is átkaroló szenvedéllyel. Nem fogja föl, mert nem tudja viszonozni. Ebben az új szerelemben magam vagyok. Póla a kortársai között öreg, érett lélek. Ahogy a buddhisták mondanák. Ezért vonzódik az idősebb férfiakhoz, ezért választott kétszer is az én nemzedékemből. Ugyanakkor ezt a nemzedéket ellenségesen vitatkozva szemléli, szembeszegezi vele saját fiatalságát. Beláttam, hogy én a szerelmemben, a szerelemnél is többre vágytam. Meg akartam váltani egy másik életet. Nem vagyok Krisztus. Ember vagyok, és annak sem különb, mint ő, akit szeretek. Érdekes. Egyfelől tudta, hogy beteg, másfelől meg mégsem volt betegség tudata. Pedig még a normális emberben is felmerül a kétség a legnagyobb ordítozás közben is, hogy ezt csak most érzem, most gondolom igaznak, holnapra kialszom az egészet. Én már egy lehiggadt, befutott, érett férfit kaptam Imrében. Soha nem gondoltam volna, hogy a szenvedély poklait járta meg korábban. Imre elfogadta magát végre. Elfogadta olyannak, amilyennek megmutatkozott a betegség heteiben. Imre a határtalan szenvedésével fizetett Pauláért. És teljes joggal érezte úgy, hogy igencsak megfizetett. Hites Tamás pedig simán olajra lépett, ahogy akkoriban mondtuk. Legszebb férfi korban levő magas, karcsú, vezetőbeosztású, művészeti dolgozó keresi olyan 35 év körüli, reprezentatív megjelenésű, alkotó szellemű asszony, lehet elvált is, ismerettségét házasság céljából, akinek az arca a berlini Magyar Ház kiállítás katalógusának 12. oldalán megjelent fényképhez hasonlít, de jövendő beléjét tiszta szívből, hátsó gondolatok nélkül, álmodozó, lángoló szerelemmel tudná szeretni. A választ közös családi sír jeligére. Telefonszámmal és egész alakos akt fényképpel ellátva kérem a kiadóhivatalba. 35 éves, jó megjelenésű értelmiségi nő, házasság céljából megismerkedne értelmiségi férfival 50 évesig. 2 10 éven aluli gyermekem van. Csend, humor, rezignáció jeligére várok fényképes választ a hirdetőbe. Vajon melyikük találta ki ezt a játékot? Valószínű, hogy Imre. Kedves Póla! Hosszú-hosszú éveken át nem egyszer reményt vesztve álmodoztunk arról, amit most végre sikerült létrehoznunk. Emberhez méltó otthont, amelyben élhetnénk egymásért, egymásnak is. Mert végre magunkért, magunknak is élhetünk.
Nem kell elrohangálnod a műterembe, a szobád itt a magasban a háztetők felett hatalmas ablakaival ideális hely a munkára. Ha akarsz, éjszaka is tudsz dolgozni. És én is teljes zavartalanságban működhetek, ha magamra csukom az ajtót. Nem zakatol a fülembe a két gyerek mindig zajjal járó tevékenykedése, játéka, nem zökkentenek ki a telefonjaitok, a konyhai edénycsörgés, a leckeírás és a rendcsinálás tárgyában zajló pedagógiai csaták, stb., mint éveken át a másik lakásban. Most már tényleg csak az élet és a munka igazán fontos dolgaira figyelhetnénk, és a gyerekekre, akikért felelősséggel tartozunk. Olyan felelősséggel, amely alól semmiféle ideológia, csalódás vagy indulat nem adhat soha feloldozást. És ehelyett egymást kínozzuk, vágjuk, mint akiknek Isten elvette az eszét. Mint akik jó dolgukban nem tudják, mit csinálnak. Azt nem értem, hogy milyen külön oka volt Imrének a szeretetéségre. Ha intézetben nőtt volna fel, vagy elszökik az anyja egy vándorszínész truppal, és nem látja többé, akkor persze érteném. De nem volt rossz gyerekkora. Nem az a valóság, ami körülvesz minket, ami történik velünk, hanem azt éljük meg valóságnak, amit gondolunk róla. És ezt tekintjük igazságnak is. Én sem abban mentem tönkre, ami valójában történt köztünk csak nem 3 évig, hiszen arra bárki joggal legyinthetne, nem volt benne semmi rendkívüli, hanem abba, amit ez alatt az idő alatt átéltem. Épp ezért arra kérlek, hogy légy bölcsebb, és ne úgy éld át jelenlegi kimerültségem és az abból következő gyógyszerezésem heteit, mint a végletes elutasítás, szeretettelenség állapotát, mert akkor a valóságtól függetlenül ez lesz számodra a realitás, a megtapasztalt igazság, a feldolgozni való helyzet, és érthető módon meggyűlölsz, elveszítesz. És ezt nagyon nem szeretném. Ne folytatódjon ez a szörnyű kényszerképzeteken és kényszerű önvédelmi reflexeken alapuló sorozat, amelyben kölcsönösen ártalmára vagyunk egymásnak. Érted? Paula tulajdonképpen kegyelmet kér Imrétől, hogy engedje depressziósnak lenni, elutasítónak lenni, mert kimerült. Össze kell szednie magát. Állandó félelemben élek. Állandó félelemben élek. Állandó félelemben fulladozom. Külszínre minden rendben van velem. Nincs ember, aki engem látva gyanítaná, mennyit szenvedek. Pedig a nem kívánatos házasságtörő szerelem elmúlt. Nem gondolok rá. Ő is terhemre van, az a vézna szál is a kínos udvariasság, amely még összeköt vele, terhes nekem. A hiány fájdalmát sem érzem, ha érintésére, meztelen testére gondolok, ha felidézem nyakhajlatomban lassú, nehéz lélegzésének párás melegét. Szeretet és tisztesség, hogy teremthet két ember számára ekkora poklot? Imre hozzám való kötődése hogyan tekeredhetett ennyire a torkom köré? Miért szenvedés nekem a túl sok szeretkezés? Az, hogy nem lehetek egy percre sem rossz kedvű, hogy mindig elém áll, minden pillanatban, s minden elindulásnál őt kell kikerülnöm ügyesen, hogy meg ne sértődjön, s közben hazugság, hazugság, még az őszintén kimondott szót, még az őszinte szeretetet is körülveszi a hazugságpók, mindenünket beborítja a tapadós szálak szövevénye, s ha valahol kiszakad, Imre vad erővel kikényszeríti, hogy megfoltozzam, összeragasszam a hálót magunk körül. Ó, mennyire megcsömörlöttem, már sebeimet elősorolni sincs erőm. Minden türelem kiirtódott belőlem, minden élet. És vak önzésében csak magát sajnálja egyfolytában, mert nem haldoklom elég észrevétlenül. Pirulákkal tömöm magam, és orvosi leletek igazolják, hogy tönkrementem, mi alatt ő, ugye, kozmikus méretű szenvedéseket élt át. Volt pofám tönkrement. A gépeken is van biztonsági szelep, ahol a veszélyessé váló gőz kisivíthat. Ha bajban vagyok, nincs egy ember, aki előtt gyengének, pocsolyásan érzelmesnek, pukkancsnak és nekivadultan hiúnak mutatkozhatnék. Anyámtól ellenségeimig, férjemtől barátaimig sorra véve nincs senki. Kedves Imre,
házasságunk alapelve igen egyszerűen fogalmazva annyi, hogy a te természetedet és az én természetemet öröktől való és örökkétig érvényes elemi csapásnak tekintjük. Eszerint neked jogod van minden indulatkitörésre, igazságtalanságra, a szeretetre való hivatkozással, minden dolgomba való beavatkozásra, csak azért, mert te ilyen vagy. S persze, mert ez az én érdekemet szolgálja. Én viszont, mint aféle túlérzékeny nőszemély, aki túlságosan merre szívja a dolgokat, valamint kóros kisebb rendűségi érzésben és állandó vizsgadrukban szenved, minden jogomat elvesztettem arra, hogy sérelmesnek találjam, ami sérelmes. Szenvedjek amiatt, ami szenvedtető, és köteles voltam alávetni magamat a te jóhiszemű féltésből, szeretetből fakadó dürohamaidnak. Ez a helyzet a számomra annak ellenére lett tűrhetetlen, hogy mélységesen beláttam, valóban mindig szeretetből és ragaszkodásból vagyok letorkolva a tiéddel véletlenül nem egyező véleményemben, nem is szólva ellenkezésemről. Miért kell fenntartanunk egy rég elavult iratlan szabályt, ami szerint kutya kötelességünk volna fenntartások és haragok nélkül rózsákkal borítva imádni egymást? Miért kéne szenvednünk, avagy szenvedtetnünk amiatt, hogy ez nem megy? Hiszen ez mindig is megalkuvásokkal kierőszakolt illúzió volt. Elvakult hitek, túlzott követelések, megalázó meghunyászkodások nélkül sokkal jobban ki lehetne bírni az életet és egymást. Hát nem látod? Lehet, hogy neked is könnyebb lenne, ha képes volnál nagyobb őszinteségre magaddal szemben. Paula! Kedves Paula! Én megtanultam, hogy őrült gőg és önzés bújik meg abban, ha valaki azt képzeli, hogy megválthatja a másik ember életét. Hogy ez neki erkölcsi és érzelmi kötelessége, és megsértődik, a másikat kezdi okolni, amikor tapasztalja, hogy ez nem sikerül. De ki az, aki még sohasem terhelte meg az amúgy is törékeny szerelmet ezzel a tragikus ambícióval? Hiszen része ez is. Csapdája a megistenülésnek, aminek szerelem a neve. És minden szótár felsorolja a szerelem jelentései között ezt a vágyat, amin aztán a legtöbb szerelem tönkre megy. Ezt megtanultam. De ezzel a tudással csak akkor lehet élni, ha az ember helyet enged a lelkében egy kisebb és szerényebb reménynek. Lehet szerelem ilyen illúziók nélkül is. Úgy látszik, amikor leírva látta Imre, hogy miket szokott mérgében Paula fejéhez vágni, ő is megdöbbent kicsit. De lényegében ugyanoda lyukadt ki, mint Paula. Nyugisabb szerelem is lehetséges. Paula nem szerelmet emlegetett ugyan, sőt, éppen azt szorgalmazta, hogy Imre mondjon le a rózsákkal borított szerelmes pár vágyképéről, és éljenek őszintébben. Ez nem ugyanaz, világos. Már nem fáj más, csak az fáj mindig jobban, hogy önmagamba lassan visszanőttem, betokozódtam, elszigetelődtem, mint a temetkező selyembogár. Magam a sejmeimbe beleszőttem. Remenyik. 1/373. Hát jó, állítsuk élére a dolgokat. Úgyis az volt a kívánságot, hogy szépen elrendezve, gazdaságosan adjam elő, mi a bajom. 1. Öreg vagy. Egy jóval fiatalabb nő számára az öreg férj csak akkor kellemes, ha kényezteti őt. Férji szerepe apai szerepbe csúszik át. Ezzel szemben én nem is megunt feleségnek, hanem megunt titkárnőnek, házvezetőnőnek érezhetem magam. 2. Gyáva vagy vállalni az igazságot, hogy nem tudod szeretni azt, aki lettem, és teljes mértékben rám hárítod az elidegenedésed miatt a felelősséget. 3. Én sem szeretlek egyébként. A munkád is csak viszonosság alapján érdekelne, mert önmagában nem olyan fontos nekem, hogy ennyi időt és figyelmet szenteljek rá. Paula!
Lassan oda jutunk, hogy képzelt világba kerülünk, és a másikunk képzelt énje vaskosabb pszichológiai realitássá válik egy reménytelen, kimenetelű lelki háborúban, mint a valóságos. Nem kell ahhoz analízisbe járnunk, hogy felismerjük ennek a szörnyű értelmetlenségét, és megpróbáljunk véget vetni a háborúnak. Fontos az igazság, de ha az ember a saját életének igazságait kergeti, ezek könnyen rögeszmévé válnak. Az égvilágon mindennek megvan a természetes, egészséges formája, helye és határa, az önzésnek is, az önfeláldozásnak is. Hiába igazak önmagukban. Ha túllépik a természetes határokat, elszabadulnak és pusztítanak. Ezt azért kell tudnunk, mert ezekben az állapotokban már nem az akarat határoz, és jóvá sem tehet semmit. Még nem késő. Még elkerülhetjük, hogy ebbe a veszedelmes állapotba kerüljünk. Tegyünk meg érte mindent. Imrének itt semmit sem lehetne a szemére vetni. Hihetetlenül megértő volt Paulával, és mindent megtett azért, hogy másképpen éljenek a továbbiakban. A gyerekek bizonyára észrevették, hogy valami nem stimmel otthon, mert lehetetlen, hogy semmit ne vettek volna észre. De az ő természetes, zsigeri önzésükkel figyelmen kívül hagyták, mert csak a maguk kis életével foglalkoztak. A gyerek ebben is olyan, mint egy kis állat. Nem csoda, ha a környezetük mint a családnak tartotta őket. Jó ízűen tudtak egymásnak mesélni. Valahogy egy húron pendültek. Közel esik ez az időszak a rendszerváltozáshoz. Igen, Imre akkoriban szerkesztette meg a negyedik könyvét. Nyilván ott, Szigligeten. Paula meg egy albumot kezdett rajzolni a legvidámabb barakról. Akkor azért még volt kockázata az ilyen vitriolos rajzoknak. Jól kiosztotta például a munkásőrséget is, márpedig az szilárdan állt a lábán, tovább kitartott, mint az oroszok. Nem lehet véletlen, hogy nem talált rá kiadót. Pehje volt Paulának, szinte első fecske lehetett volna, a késleltetés viszont a stréberség látszatába keverte, az új rendszer segnyalójának nézték, mert kurrens téma lett szidni az átkost. Kedves Imre, ma délben megkaptam Szigligeten valakitől az ominózus folyóiratszámot a kitüntetésem kapcsán írt, de az utolsó kiállításomról szóló kritikával. Az illető is azzal adta ide, ezután a világhír. Ahogy te is azzal harangoztad be a telefonban, hogy meglepően ért engem ez a kritikus. Csak hogy hidd el, leszarom a kritikát. A te érthetetlen közönyöd vagy szórakozottságod ütött meg igazában, mert nem azt mondtad, amit szoktál, hogy mindegy, mit írnak, csak írjanak az emberről. Tudom, hogy a profik mind így vannak ezzel, és vannak kollégák itt is, akiknek most sárga irigység villog a szemében, és kézről kézre adják a folyóiratot. Te most azt mondtad, hogy engem még senki sem értett meg ennyire, mint ez a seggfej. Fáj, Imre. Csak ez fáj. Tudj róla, a lelki állapotomtól szinte függetlenül kezd rendetlenkedni az idegzetem, s ennek sajnos orvoshoz járás szokott a vége lenni. Nem szeretném, ha váratlanul érne téged, hiszen a lelki állapotom ugyanakkor egyáltalán nem rossz. Én sem értem, mi ez a reszketés. Azt remélem, hogy ha befejezem az albumot, talán magától le is csillapszik. A gyerekeknek most külön teszek be pár sort. P. Paula igyekezett visszafogni magát. Persze túlérzékeny volt, mert nem is olyan szörnyű az a kritika. Legalábbis, amit idéz belőle, nem a legrosszabb szerintem. De hát ezek az érzékeny lelkek még a magasztalástól is meg tudnak sértődni. Tudom. A te megítélésed a művészeti életben sem olyan egyértelmű, mint pillanatnyi kétségbeesésedben átéled. Mert ahhoz képest, hogy mennyire visszahúzódtál, húzódsz mindenféle riszállástól, rendszeresen rendezhettél kiállításokat, komoly gyűjtemények is vásároltak tőled képet, s kritikát is kaptál, igazit, megerősítőt, nem is akárkiktől.
olyanoktól, akik tényleg számítanak. Egyszer majd, ha lesz időd, tedd mérlegre, hogy ki a saját életében hogyan volt bátor. Lehetette volna bátrabb, s egyáltalán egy ellenséges világban miért minősül most abszolút és legfőbb erkölcsi jónak az a bátorság, amelynek egyében valaki fejjel rohan a falnak, ahelyett, hogy hasznosítaná a tehetségét pontosan addig a határig, ameddig lehetséges. Mérhetetlenül önzőnek tartasz. De annyira azért mégsem vagyok önző, hogy gyerekeim fiatal életét, lelkét terheljem azokkal a sötét és nyomasztó dolgokkal, amelyek az én elátkozott családfámat adival szólva nyögetik. Nem. Mert megnyomta volna őket, mert úgy éreznék, hűségből és ragaszkodásból, élettapasztalatok hiány és túltengő idealizmusukban, hogy ki kell tartaniuk egy átok sújtotta örökség mellett. Hát soha ne is tudjanak az átokról. Ezt kívánom. Ebben azért nem értek egyet Imrével. Azokkal a zsidó szülőkkel sem értettem egyet, akik eltitkolták a gyerekeik elől a zsidóságukat. Anyám hamar felvilágosított, hogy egyéb származású vagyok. Ez mit jelent, és mire számíthatok miatta? Nagyon is jól tette. Persze egy csomó hátrány járt az úri leszármazottsággal, de én alapjában véve büszke voltam rá. Egyébként is furcsák a félelmei. Ilyen félelmek? Akkor? A 80-as évek második felében? Valóban elég vacak állapotban lehetett szegénykém. Közben meg azt lehet mondani, sikerszériája volt ugyanezekben az években. Ismeretterjesztő sorozata volt a tévében, rengeteget hívták a rádióba, a műsorainak a szövegei meg is jelentek szép kötetekben, illusztrációkkal, sokat járt külföldön, szinte sztár lett. Kedves Pólám, érthető módon nagyon szeretnék veled kibékülni, vagy szerényebben kiegyezni. És nem csak önzésből, de a te érdekedben is, mert függetlenül attól, hogy a köztünk lévő vitakérdésekben kinek és milyen mértékben van igaza, a te egészségednek se tesz jót az a légkör, amely az ilyen összecsapások után törvényszerűen kialakul. Szinte vegyelemezni lehetne a lakás levegőjében a mérgező mikróbáit. Kedves Imre! Ahhoz, hogy ki tudjam bírni a menetrendszerű földrengéseket amúgy is eléggé megterhelt idegzetemmel, le kellett válnom rólad. Önállósulnom kellett. Csak azt ne hidd, ó Istenem, ne itt, hogy olyan marha jó dolog a rideg űr, amibe így belavíroztam magam. Persze még mindig jobb, mintha az ember alatt havonta, két havonta összeomlik a ház. Meg kell mondanom, hogy ma már szívesebben élnék egyedül. Önzés? Az. De önzés munkál benned is, amikor belső gyötrődésed bábjává, a boxolók homokzsákjává minősítesz le engem. Vagy mit gondoljak, minek mondjam, inkább betegségnek, önzésnek? Bocsáss meg! Ostobaság. Nincs okom a nyíltságért bocsánatot kérni. Ott tartunk, hogy számunkra már csak a nyíltságnak van értelme. Paula. Én sem tudom eldönteni, ahogyan Paula sem tudta, hogy mire emlékezett Düki töréseiből. És azt sem tudom, hogy a békülékenységében mennyi volt a valóságos helyzethez való visszatérés egészséges szándéka, s mennyi a riadt meghunyászkodás, vagy mondjam szebben, a kényszerű visszavonulás. Anélkül, hogy tudatosan ráállítottam volna magam, az emlékezetem magától kidobta azt a pillanatot, amikor hasadást támadt az Imre iránt bennem duzzadó, makulátlan szerelmemen. Megdöbbentem, mert ez nagyon korai időszakra esett. Még nem laktunk együtt, én a Lichthofban, ő zsigaműtermében tanyázott. Haza kellett kísérnie, mintha csak udvarolna, még pedig férj-feleség voltunk. Aznap jött meg a menzeszem. Nekem az mindig erős vérzéssel járt, eszemben sem volt szerelmeskedni ilyenkor, Imre is tudta. Mégis a búcsúcsóknál begerjedt, jött utánam a lakásig, benyomult a kis fülkémbe, és rámenősen kielégítette magát velem. A másik emészthetetlen sérelmem anyám halálához kötődik.
Valóban szokatlanul mély és hosszú volt a gyászom, ahhoz képest különösen, hogy nem volt köztünk az a klasszikus anya-lány viszony. És ez Imrét már 2 hónappal a temetés után borzasztóan idegesítette. Valahonnan együtt jöttünk el, ballaktunk lefelé egy lépcsőn, nem emlékszem, hol jártunk, és milyen alkalomból. Imre lázasan előadott valamit, ahogy szokott. Én figyeltem és válaszolgattam is, amennyire tőlem tellett. Egyszer csak szigorúan belenézett az arcomba, és azt mondta. Most már igazán abba hagyhatnád, ez már túlzás. Te még a gyászból is betegséget tudsz csinálni, mert direkt belemenekülsz az élet elől. Elsősorban én előlem. Legyen elég ebből. A gyerekek külföldön voltak abban az időben, amikor Paula elköltözött a családi otthonukból. Kedves Imre! Nem tartom jogosnak, hogy tragikus sérelemnek tekinted elköltözésemet. Hiánytalanul megmaradt életkereted, és részt vállalok a háztartásotok gondozásában továbbra is. Nem tartom jogosnak a kozmikus világ fájdalmadat sem. Olyan társadalmi elismertség övez, amire nem is számíthattál. Olyan gyerekeid vannak, amilyeneket csak megálmodhat magának az ember. Ugyanúgy élvezheted őket, mintha szabályos családban élnénk. De ha vak, sebzett önzésedben megrontod ezeket az együttléteket, te felelsz majd elmaradásukért. Ezzel persze üthetsz rajtam is. De nem lenne mégis jobb, jól érezned magadat a társaságunkban? Erre akartalak csupán figyelmeztetni. Paula. Kedves Pólika, Póla, Paula, sőt Paulin, nem kívánt név törlendő. Te vagy az életem legfontosabb asszonya, és ez igaz. Ha már bizonyítványt kell kiállítani életem legfontosabb emberi kapcsolatáról, tekintettel arra, hogy csak a pillanataim végtelenek és örökké valóak, az életem azonban nem, ezt a fenti végbizonyítványt elfogadom, és törekedni fogok arra, hogy a továbbiakban ne piszkítsam be. Ami az én rossz természetemet illeti, nem szorulok analízisre, ki vagyok elemezve. De az igazi változás, amit megváltozásnak mond a nyelv, nem ettől függ, hanem valóban csak Isten kegyelmétől, vagy az idő érlelő hatásától. Remélem, én is bejutok az időnek ebbe a kegyelmi zónájába, mielőtt meghalok. Rövid időre legalább. Addig se haragudj nagyon. A múltkori kitörésért pedig bocsánatot kérek. Tudnám ugyan indokolni, de minek. Szeretettel gondolok rád, Imre. Azt hihetné az ember, hogy volt esélyük az együttmaradásra. Vajon az én felbukkanásom döntötte el, hogy Imre nem próbálkozik többet Paulánál? Új életet kezd? Szívesen hinnék ebben, de nem lehetek benne biztos. Attól tartok, ebbe bele kell törődnöm. Egyszer az egyik délvidéki festőtáborból áthívott minket a szomszéd faluba a plébános, amatőr festő egyébként, egy kisasszonynapi istentiszteletre. A szertartás zárásaként a hívek énekelni kezdték a Mária himnuszt, délvidéki magyarok, édes hazánkról. Kitört belőlem a zokogás, nem tudtam abba hagyni, el kellett bújnom a templom mögé. Ez volt a perc, amikor rájöttem, hogy magyarázhatok én magamnak akármit. Lelki furdalásom van, mert egy életen át szenvedést okoztam egy embernek, aki nem szolgált rá. Nem adtam meg neki a feltétlen szeretetet. Minap is egy szép álmot láttam vele. Vittem a 2 kitárt tenyeremre fektetett testét, mint keresztelőre egy kisbabát. A súlyát nem éreztem, és valahogy egy nagy szekrény polcára helyeztem el, lassan, könnyedén. Fehér lepedők, fehér ruhák voltak a szekrényben, és az egész jelenet fehéren, ünnepélyesen zajlott le.
Nem is értem, hogy maradhatott meg bennem ezután, a 25 év után ennyi szeretet. Mindig motoszkált bennem a rossz érzés, hogy Imrének, csak ha a ló nincs, Szamár is jó alapon kellettem. Ő igenis választott Paula is köztem. Nem az történt, hogy beérte velem. Kedves Imre, egyik jó barátod, nem árulom el a nevét, talán kitalálod anélkül is kicsoda, elmondta a minap, hogy faggatózni kezdett nála, tulajdonképpen miért költöztem el annak idején a családi otthonunkból. Te erre azt a választ adtad állítólag, hogy azért mentem el, mert úgy éreztem, megfolyt a házasság. A kérésem a következő. Soha többé nem mond senkinek az előbbi ominózus mondatot. Ne űzz gúnyt belőle. És ami a légszomjat illeti, nem dilinyós tünet. Két rossz szívbillentyű. Ezen sem illene gúnyolódnod. A kérdésre, hogy miért költöztem el tőled, válaszold ezután is azt, amit eddig. Hogy nem tudod. Egyébként változatlanul szia. Paula. Kedves Paula, te akartad, hogy az történjen velünk, ami történt. És csak egyedül te tudod, én továbbra sem, hogy miért akartad. Most úgy látszik, kellemetlenül érint, hogy nem kerültem az élet szemét dombjára. Fogalmam sincs, hogyan kell egy ilyen levelet befejezni. Erről nem szólnak a szerelmi levelezők. Talán úgy, ahogy te. Változatlanul szia. Imre. Így nem adhatom ki a kezemből. Rossz fényt vet Imrére. Paula presztízsére fütyülök, de Imrét meg kell óvnom a méltatlan beállítástól. Imre és Paula gyerekei is jobban járnak, ha szüleik értelmetlen háborúzásáról nem lesz bizonyíték. Irat megsemmisítő lenne jó, de elég lesz egy nagyobb olló is. Elégethetem őket. Végtére nem is olyan sok papír. Mennyi pocsékba ment idő. Mennyi szenvedés.